Ez lesz a Vox 24. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Székely Sándor, a Szolidaritás Egyesület elnöke és fővárosi listavezetője van itt nálunk a mai Voksban. Jó estét kívánok, Jó estét. köszöntöm. Jó estét. Hogy a héten a Voksban helyet kapnak azok a listavezetők, akik nem voltak ott a hétvégi vitán, így most itt van, de nagyjából ugyanaz, azok a témák, sőt nem nagyjából, hanem egészen pontosan ugyanazok a témák lesznek, vagy ezeket vetem fel Önnek is, mint vasárnap. Kezdjük azzal, amivel vasárnap ezen a vitán Ön miért szeretne a fővárosi közgyűlésbe jutni? Uh, mielőtt uh, ezt elmondom, azért uh, szeretném jelezni, hogy uh, számunkra azért ez egy nagyon nehéz ügy volt elfogadni, hogy nem lehetünk ott a vitán. Szerintünk ez egy nagyon szomorú dolog. Uh, mi teljesítettük a feltételeket a listállításhoz, jóval többet is, mint amit ugye kellett volna. Hét polgármester jelöltünk is van, meg is mutatom őket, ugye Hunval György a hetedik kerületben, Simon György a nyolcadik kerületben, Cséplő Dániel a kilencedik kerületben, dr. Vince Géza 12. kerületben Nemes László, a 20. kerületben K K Károly a Csepelen, és Dankóné néhegedős Jolán pedig a 22. kerületben. Én azt gondolom, hogy az, amit mi ingyen, tehát a saját pénzünkből csináltunk, és mi most már két éve dolgozunk azért mi és az aktivistáink és a jelöltjeink, hogy ott lehessünk. Én azt gondolom, hogy ez megérdemelte volna. Ami még szomorú volt, és aztán nem sokkal rá De most a itt van a egyébként. Most és itt vagyok A televíziónak jog eldönteni, hogy két hív meg a vitára, nem van, de nagyon volna, ha, tíz, tíz, volna... Tíz, mi volna. 10-11 ember szerettük... itt van. Így van. Mi is szerettünk volna itt lenni. A, amit még szomorúnak tartok, az az, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy akik nincsenek ott a vitán, azoknak nincs véleménye Budapestről. Mi levelet küldtünk minden lista vezetőnek, hogy próbáljanak meg a demokratikus elvek mentén kiállni, azért mindenki ott lehessen. Ugye ez nem történt meg, legalábbis a tudtunk, ha nem történt meg. Nem én vezettem, meg, bocsánat, a vasárnapi vitát, de, de megnéztem, karácsony Gergely ezt nem a Szolidaritás Egyesületre mondta, rendben, hanem van, Szent Király Alexandrára és Magyar Péterre. Azt mondta, regondolt. hogy akik nincsenek itt, azoknak nincs véleményük a városról. Hát, Mi szerettünk volna ott lenni, és ezt és és ő is, is tudhatja. Nincsenek itt, és kaptak meghívást. Így van. Tehát Karácsony Gergely nagyon sokszor beszél a köztársaságról. Mi egy olyan köztársaságot szeretnénk, ahol azok is helyet kapnak az asztalnál és a vitán, ahol a akiknek, akik nem közpénz százmilliókból vagy közpénzmilliárdokból kampányolnak, hanem munka mellett, civil munka mellett azért dolgoznak, másokért dolgoznak, és azért akarnak a önkormányzatokba kerülni, hogy az embereknek jobb legyen, és nem azért, hogy politikai pozíciókat szerezzenek. A mozgalom azért szeretne bejutni az önkormányzatba, a fővárosi önkormányzatba, hogy véget vessünk annak a 34 éves szituációnak, ahol a gyakorlatilag a pártok fogságba ejtették az összes párt, fogságába ejtette Budapestet, ami egy fantasztikus hely, tele van lehetőségekkel, de valamiért, amíg mások a sivatagokból városok nőnek ki, meg országok, itt nálunk Budapesten nem jutunk egyről a kettőre. Minden választási szituációban elhangzanak fantasztikus ígéretek, némelyikkel még mi is egyetértünk, de aztán valahogy ö, egyik sem történik meg. Ennek pedig egyrészt a pártok az okai, másrészt maga a rendszer. Ugye Budapesten kettős önkormányzati rendszer van, vannak a kerületek, van a fővárosi önkormányzat, Magában a kerületekben is pártok vannak, folyamatosak a viták a kerületi önkormányzatokban, a kerületek egymással is harcolnak a forrásokért, valamint ugye a fővárosi közgyűlésben is harcok vannak, pártpolitikai pártok, kormánypártok, ellenzéki pártok, éppen ki van, ki van a főváros elején, ki van többségben, és ugye a jelenlegi vezetés még a kormányjal is háborúzik, ez máskor is volt már így, ez nem a jelenlegi helyzetnek a sajátossága, és mi azt gondoljuk és azt állítjuk, hogy ez elképesztően káros erre a rendszerre, hogy ezt így föntartsuk, évi 100 milliárd forintok mennek el, teljesen feleslegesen. Mi Budapesten nem duplikáljuk a felesleges munkások meg munkáknak a számát, hanem 24 szerezzük sokszor, tehát felesleges a városba 24 közgyűlés, felesleges a városba 24 útfelújító cég, ingatlankezelő cég, teljesen felesleges 24 bérleti díjakat kezelő cég. Tehát, ők ezt is jóval, az egész, ezt az egészet, a kerületi rendszert? Ezt is, a kerületi ezt ezt rendszert, és, és az, egész, az egész közigazgatási rendszert át kell alakítani Budapesten. Ezt minden szakember mondja, a, 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 a tanapa a, jelöltek, a hét a jelöltek erről nem beszéltek, pedig enélkül nem lehet változást, nem lehet változást Budapesten elhozni, nem megy egyik napra a másikra, de mi azért szeretnénk bekerülni a fővárosi közgyűlésbe, hogy ezt a változást elindítsuk, és hogy azért harcoljunk az emberekkel a hátunk mögött, és azért kérjük a támogatást és a szavazatokat, hogy mondjuk a következő önkorfővárosi önkormányzati választásokon már egy új rendszerbe tudjunk menni, ahol nem eleve az a feltételezés, hogy nem lehet csinálni semmit, mert olyan birokratikus az egész rendszer, hogy majdnem mindegy, hogy ki a főpolgármester, nem tudja átverekedni magát legyen ő, bármekkora lángelme is, mert egész egyszerűen maga a rendszer az, ami akadályozza ebben. Na nézzük a többi témát, mert volt még három, összesen négy volt, az utolsó volt a szabadon választott, de tulajdonképpen ez volt akkor a legfontosabb, vagy ezt szeretnék elérni a közülésben. Az első téma a kormány és a főváros viszonya volt. Ugye az elmúlt öt évben ez nem volt egy felhőtlen viszony, de ahogy korábban mondtak, korábban is voltak viták. Ön mit gondol erről a viszonyról? Vagy hogy javítana ezen, vagy nem javítana, vagy mit kezdeni? Ki kell venni a pártokat az önkormányzatokból, és akkor ilyen helyzet nem áll elő. De ott vannak de. a pártok most jelentően, és ott is lesznek. így van, de mi azt, de, de de mi azt, azt javasoljuk az állampolgároknak, hogy európai uniós választások lesznek az önkormányzati választásokkal egybevonva. Menjenek el, szavazzanak az európai uniós választáson arra a pártra, aki hozzájuk a szívükhöz áll, és azt gondolják, az ország helyzetét az megoldja és utána pedig a kerületekben és a fővárosi listán pedig szavazzanak a szolidaritás mozgalom jelöltjeire, civilekre vagy más civilekre, ahol mi éppenséggel véletlenül nem vagyunk, mert ez a útja annak, hogy a pártokat elkezdjük kiszorítani a budapesti közgyűlésből. Egyébként Magyarországon 3200 település van, a 10.000 fölattiakból 3000-ben ott nagyon-nagyon kevésé vannak jelen a pártok, és a 210 000 fő felettiben is egyre kevesebb van. Tehát ez egy ez egy, hogy mondjam, ez egy kívánalom a magyar nép részéről, mert tényleg csak az látszódik, hogy állandó vita van a kormány nem ad esetleg pénzt valóban egy, egy olyan ö, ö, városnak, amelyik ellenzéki vezetésű. Egy ellenzéki vezetésű város meg állandóan a kormány ellen kommunikál, lázs egyébként a mostani ö, vezetésű fővárost. Ez egy lehetetlen állapot, miközben 40 éve nem épül meg a metró új palotára, csak hogy mondjak egy ilyet, vagy 50 éves évszerelmények járnak, vagy ö, 10 éve nézzük azt, vagy 20 éve nézzük, hogy a roszda telepek nem, hogy csökkennének a fővárosban, hanem egyre csak nőnek. Tehát elképesztő mennyiségű problémánk van, a lakhatási válságról, közlekedésről majd úgy is ejtünk még szót, és uh, itt felesleges és nem ide való pártpolitikai ügyek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánynak kötelessége együttműködni az önkormányzatokkal, és az önkormányzatoknak meg a város működése érdekében együtt kell működnie az adott kormányra, teljesen mindegy, hogy milyen színű és pont ebben nincsen párpolitika, ezért ezt károsnak tartjuk. Közlekedés és közlekedésfejlesztés, ez volt a második pont, második téma. Így van. A... Milyen egyetértünk azzal, a Magyar Szolgatás Mozgalom, milyen egyetért azzal a ügyjel, hogy a fővárosnak a belvárosi részeit a forgalomtól egy kicsit óvni kellene. De azt, ami az elmúlt öt évben történik, azt rettentő károsnak tartjuk, ami itt az elmúlt években történt, az csak fokozta a nehézségeinket és nem javította. Mi azt gondoljuk, hogy a biciklisávok fölfestése az a végére kell, hogy legyen egy folyamatnak, egy 5-10-15 éves folyamatnak. Először talán meg kellene szervezni 80-100 P parkoló létrehozását, az onnan való közlekedés megszervezését, megépíteni a már említett metróvonalakat, felújítani a héveket, még sok ö, körvasutat építeni, elkerülő utakat, biztosítani az agglomerációból ideérkezők, és a külvárosba, a belvárosba ö, menők, ugye belvárosból a külvárosokba a menőknek a forgalmat, és hogyha ez mind megvan, ezek óriási pénzek valóban, és ö, ö, sok idő, tehát ez egy 5-10-15 éves terv, hogy ezek mind megvannak, akkor lehet lezárni a rakpartot, akkor lehet lezárni valamilyen hidat, és akkor lehet elvenni sávokat Budapest főközlekedési közlekedési ütőreiről, mert ami most van, az gyakorlatilag semmi más, mint egy ember kísérlet a város lakóival, éljenek azok akár Budapesten, vagy akár, vagy akár, belvárosban, akár külvárosban. Élhetőség, lakhatás és közbiztonság, ez volt a harmadik, egyben az utolsó téma. Igen. A... szövetséges mozgalomnak az az álláspontja, hogy lakhatási válság van Budapesten, ez már nagyon régóta így van. Ez a válság egy gerjesztett válság. Ugye külföldi ingatlan mogulok, meg belföldi ingatlan mugulok, pár ezer vagyonosabb ember, akinek van kiadásra váló lakása, fölverik az árakat. Ugye ez azzal jár, sok egyéb mással is, ha és más egyebekkel, hogy ebből a városból az emberek elkezdtek menekülni. Ez egy 10-20 évvel ezelőtt egy 2 milliós város volt, most már csak 1,7 millióan lakunk innen, és a trend nem állt meg. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a trendet meg kell állítani, a több módja van ennek. Szociális bérlakási programot kell indítani a legelesettebbek számára, bérlakás programot kell indítani azoknak, akiknek van pénzük, de valamiért nem szeretnék ingatlant vásárolni, meg kell rendszabályozni, szerintünk be kell tiltani az Airbnb-t, de hogyha egy szigorú szabályozás van, akkor velünk erről lehet tárgyalni. És e, lakásügynökséget kell bevezetni, ahova a, azok az emberek, akiknek van felesleges lakásuk, ahol nem életvitelszerűen élnek, azt oda beadják, ott a lakásügynökség szabottáron, jóval alacsonyabb áron, mint ahogy most van, jóval közelben a magyar emberek pénztárcájához e, értékesíti ezt, és így lehet e, megóvni Budapestet, Magyarország fővárosát attól, hogy hát ingatlan a játékszere legyen, úgy, hogy közben az emberek sokszor azért dolgoznak két-három munkahelyen, hogy a lakhatásokat el tudják intézni. Melyik főpolgármester jelöltet támogatják? Há, sokáig semmelyiket sem támogattuk, de hosszas gondolkodás után, bár vele is igen sok vitánk van azért, lakhatásügyben például, de abban Vitézi Dáviddal egyetértünk, hogy a pártokat hátrább kell tolni az önkormányzatokból, és a közlekedési ügyekben is sok mindenben egyetértünk. Úgyhogy a Szolidaritás mozgalom... Ő azért mozgalom egy párt jelöltje, Polgármester... Jelöltje. Így van. De a Szolidaritás polgármester jelöltjei úgy döntöttek, hogy azt kérjük a szavazóinktól, hogy a kerületekben és a fővárosi listán szavazzanak a Szolidaritás mozgalom jelöltjeire, képviselőire és polgármester jelöltjeire a főpolgármesteri papíron pedig Vitézi Dávidot támogatjuk, fenntartásainkat megtartva. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.